Köszöntöm kedves nézőinket! A Dunafer magazin mai számában többek között az acélszobrász alkotótelep kiállításáról, a vasas és kohásznapról, valamint az acélmű 65 éves jubileumáról tekinthetnek meg egy-egy összeállítást. Tartsanak velünk! Mint arról már korábban beszámoltunk, idén már 14. alkalommal hirdettek meg felhívást a Dunajvárosi Acélszobrász alkotótelepen való részvételre. A szervezők 4 képzőművészt választottak ki, akik májusban az ISD Dunafer ZRT területén készíthették el munkáikat. A darabokból kiállítást láthatnak a Kortárs Művészeti Intézetben. Sárai Vanda művészettörténész megnyitó beszédét hallgatják az érdeklődők a Kortárs Művészeti Intézetben. A 14. acélszobrász alkotótelepen Melkovics Tamás, Gróf Ferenc, Cselili és Erős Ágost Koppány vett részt. A művészek pozitívan tekintenek vissza a Dunafernél töltött időszakra. Én elégedett vagyok, tehát hogy ami elkészült, kis változással, de sikerült. Úgyhogy ilyen szempontból ez így részemről tökéletes. 2 szobrot sikerült megcsinálnom, az egyik az egy teljesen itt született ötlet, a másik az egy hozott ötlet, de itt egy kicsit átalakult. Az anyag az maradt, amit már korábban mondtam, fémlemezből, hegesztéses technikával készült, tulajdonképpen ilyen dobozolás, és akkor így alakult ki ez a végleges forma, szobor, munka, meló, nem tudom mi. Tök jól éreztük magunkat. Ugye, tehát az elején egy kicsit ilyen nyomott volt a hangulat, mert még nem ismertünk semmit, de később így szép lassan mindenkivel összeismerkedtünk. Utána szerintem már egy oldódott ez az egész. Mondjuk mi 3 hétig voltunk itt, az utolsó hét volt tulajdonképpen szerintem a legjobb ilyen szempontból. És a munkákon is az utolsó héten dolgoztunk a legtöbbet, tehát hogy az volt egy ilyen drukkos hangulatú zárás a dolognak. Cselili sikeresen elkészítette a megtervezett alkotásait. Elmondása szerint hatalmas élmény nyújtott számára az, hogy a Dunafer üzemeiben dolgozhatott a műveken. Meg tudtam csinálni ezt a 2 szobrot, amit terveztem. Szinte ugyanolyan lett, mint ahogy elképzeltem, tehát az izgalmas volt, hogy összejönne, mert az a második hét végére, de végül is elkészült majdnem teljesen. Aztán még rá is húztunk egy hetet, mert ilyen apróságok maradtak, de hát végül is igen, tehát úgy elégedett vagyok abszolút. És hát egy nagy élmény volt az egész, tehát voltak hullámhegyek, hullámvölgy, de mindenképpen nagy élmény és pozitív élmény. A művésztelepen résztvevőket ismertük, tehát pont egy nagyon szerencsés társaság jött össze szerintem, tehát abszolút jól tudtunk együtt működni, tehát egymásnak is segítettünk, meg így végig nyomon követtük egymás munkáját, mert egy időben voltunk. Hát a vasműben dolgozók meg abszolút jó fejek voltak, tehát mindenben segítettek. Hát egy kis idő kellett, mire megtaláltuk így egymásnak a munka, nem tudom, módszereit, vagy így egyáltalán úgy egymásra hangolódtunk, de ők is teljesen pozitívan álltak hozzánk, szerintem, vagy legalábbis úgy tűnt. Az acélszobrász alkotótelep több évtizedes múltra tekint vissza. Kisebb kihagyást követően ez már a 3. esztendő, hogy újra pályázatot hirdettek a szervezők. Az acélszobrász alkotótelep szerintem vagy körülbelül 40-50 éves múltra tekint vissza, 70-es években indult körülbelül, és abban az időben is pályázati úton, tehát hogy beérkező levelek alapján egy zsűri döntötte el, és most is ugyanez a felállás. Nyílt pályázat, ha jól emlékszem, 12-en jelentkeztek idén, és ebből lett kiválasztva 4 ember. A folyamat az ugyanaz, tehát hogy egy hónapos idő alatt körülbelül kell létrehozni a művet. Itt most a korábbi szokásoktól eltérően nem köztéri szobrokat készítenek a művészek, hanem amit itt látható, a kis plasztikákat. Az egyik kitétel az, hogy egyrészt, hogy kivitelezhető legyen a Dunaferben a terv, másrészt, hogy olyan terveket kell a művészeknek csinálniuk, amiből egy itt marad a gyűjteményünkben. Egyébként 3-5 munkákat csináltak a művészek, és van, aki ezt megcsinálta, úgy értem, hogy van, aki még többet is, van, aki csak 3-at, ez igazából habitus és időkérdése volt. Az acélszobrász alkotótelepen készült munkákat július 10-ig tekinthetik meg az érdeklődők a Kortárs Művészeti Intézetben.
A Dunajvárosi Véradás egyik fő bázisa hagyományosan az IST Dunafer ZRT. A munkavállalóknak a gyár különböző területein szinte minden hónapban van lehetőségük vért adni. Legutóbb a nagyolvasztó műben várták az önkénteseket. Még a tűzoltóság munkatársai is sorba álltak a június 27-én rendezett véradáson. A nagyolvasztómű szervezésében egész délelőtt a kultúrteremben várták a Dunafer dolgozóit, akik közül sokan rendszeres véradók. Negyed évente, hogy megengedi a törvény, meg hát az egészség, azt szerint negyed évente járok vért adni. Azért járok vért adni, hogy jobban érezzem magam. Tehát ez per pillanat, amikor leadja az ember a vért, akkor nem észrelhető, legalábbis én nem, hanem rá két hét, egy hét, két, három hétre jobban érzem magam. Csupán ezért adok vért. Párszor már kaptam visszajelzést, hogy felhasználták a vérem, és köszönjük szépen a véradóállomás. De hát, amikor leadom, örömmel adom magam miatt is, és nyilván mások miatt is. Hát rendszeres véradó vagyok, már 103-szor adtam vért életem során. A segítségnyújtás más embereknek elhivatásként érzem, hogy segíthetek más embereken ezáltal is, hogy vért adok. Aki vért adhat eleve, ez egy kisebb egészségügyi szűrés is előtte, mivel egészséges ember adhat csak vért. Tehát kontrollálni is tudja magát ezáltal, hogy egészséges, nincs semmi gondja, meg ki szűrik ezáltal a véradás előtt, hogyha valami probléma lenne, betegsége lenne, vagy valami. Én csak ösztönözni tudnám mindenkit, hogy jöjjön el vért adni, és segítsünk más embertársaikon a gyógyulásában. A nagyolvasztó művi véradásokat már több éve Pász Zsuzsanna szervezi. Elmondása szerint a munkavállalók többsége mindig jelen van az ilyen eseményeken, ő maga is rendszeresen ad vért. Én a nagyolvasztónak a véradó szervezője vagyok, most már nagyon-nagyon sok éve. Egyre nehezebb a bent lévő létszámból valahogy megoldani, hogy akik szeretnének jönni, sőt, amikor mondjuk ez a nyári időszak ebből a szempontból nem a legszerencsésebb, de aki tényleg igazán véradó, az akár a szabad napján is bejön, tehát ez sem ritka. Nagy olvasztó részéről évente egy alkalommal van, de hát ugye elég nagy a gyárterülete, úgyhogy ezek azért hol a hengermű, hol a gyártóegységesek, hol a kokszolóba, most a legutóbb a kokszolóba valami 90 fővel történt véradás, tehát ez egy nagyon rekord teljesítmény. Azt gondolom, hogy nagyon-nagyon fontos a segítségadás, a véradás ebből a szempontból. Szerintem minden véradó, aki jön vért adni, az pontosan ez ebből a motivációból teszi. Mert azért, ha belegondoljuk, ez mindig egy kis macera, mert egy kis bökés, egy nagyobb bökés, de hát meg kell mondjam, tényleg sok-sok éve adok vért, és itt a véradós hölgyek olyan rutinnal csinálják, hogy hát én például nem is érzem, hogyha megböknek, vagy szóval ennek semmi, még szinte nyoma sincs azon az egy kis bökésen kívül, úgyhogy de hát van, aki például pontosan ezek miatt, a bökések miatt kizárja önmagát ebből a dologból. De hát szóval a segítség az nagyon fontos, az egyik dolog. A másik pedig van egy, mondjuk ezt itt a véradós hölgyektől tudom, hogy van egy idősebb korosztály, akinek mondjuk olyan a vér összetétele, akinek meg kimondottan jót tesz, hogyha vért ad. Tehát én úgy tudom, hogy 50 napnak kell egy-egy véradás között eltelnie, úgyhogy tehát legkorábban 50 naponként lehet vért adni. Én most éppen áprilisban adtam az acélműi területen, oda szaladtunk el a kolléganőmmel, úgyhogy most így kizártam a mostaniból magam, mert 10 nap hiányozna, hogy leteljen ez az idő. Én szerintem segítség szempontjából ez egy hatalmas nagy dolog. 2018 végén a Magyar Vöröskereszt országos vezetősége véradóbarát munkahely kitüntetésben részesítette az ISD Dunafer ZRT-t. Az elmúlt évben 9 dunaferes területen 17 véradást rendeztek, csaknem 1000 fő részvételével. A szervezők az idejében is arra törekednek, hogy minél több munkavállaló vegyen részt a véradásokon.
Immár 42. alkalommal rendezte meg az ISD Dunaferr ZRT a Vasműtéren a Vasas és Kohász napot. Az eseményen ezúttal is nagy számban vettek részt a gyár munkavállalói, családtagokkal és barátokkal. Megtelt a Vasműtér július 12-én a 42. Vasas és Kohász napon. A délutántól késő estig tartó rendezvényen kicsik és nagyok egyaránt részt vettek, ugyanis a munkavállalók családtagjaikat és barátaikat is elhozhatták az eseményre. A Ferremák Anna Kft-t dolgozom, mint műszakvezető a salagfeldolgozóban. Mindig szerettem kijönni, mióta itt van. Amióta itt van a téren. Előtte soha nem voltunk lent, mikor lent volt a Szavastrand, de itt kulturáltabb sokkal, és ez sokkal jobb. Férjem vasműs, és szerettük volna megnézni, hogy mi történik. De egyébként tavaly is kint voltunk, minden szuper, nagyon jó, úgyhogy jól érezzük magunkat. Nem olyan régóta dolgozik a vasműbe, tavaly óta dolgozik a hideghengerműben, de a fiam is itt dolgozik, ő meg a meleghengerműben. Többen a legkisebb családtagokat is magukkal hozták a Vasas napra. Mind a kettő feltalálja magát igazából, van mit nézelődni, játszani, szaladgálni. Jó, megfelel minden. Nagyon jól érezzük magunkat, még nem voltunk, most vagyunk itt először igazából, de minden nagyon jó, úgyhogy tetszik a gyerekeknek is. A harmadik, ugye? Harmadik Vasas napunk. Jó érzés, szeretünk kijönni. Jó a hangulat, jó, jó minden, tetszik. Inkább a gasztronómia miatt szoktunk kijönni, inkább mindig milyen változatosak az ételek, például itt is, meg ugye a lángos, meg a minden. Inkább azok miatt szeretünk kijárkálni, arra kíváncsiak, hogy mi változik minden évente. És ugye hát kisbabával jöttetek, ő igen. Mennyire élvezi? Egyelőre jó, el van, tetszik neki is. Most, hogy még jó kedve van, addig szerencsére. Aztán majd, ha nem lesz neki, akkor nekünk se. Ettem, ittam, zenét hallgattam. Az eseményre meghívást kapott Markovics Mirtil, a Dunaferr Sportegyesület torna szakosztályának egyik kiválósága is. Ez egy meghívás, vagy hát meghívás által vagyok itt, és ugye ezt, mivel így elfogadtam, így most a szüleimmel eljöttünk ide, és körülnéztünk már, ettünk is, nagyon finom volt a kaja, és most meg igazából így családdal vagyunk, és ennyi. Most legutóbb egy junior tornavilágbajnokságot rendeztek Győrben, és ott a legjobb magyarként zártam, és ezáltal kaptam ezt a meghívást. A jelenlévők rengeteg étel közül választhattak, és az édességekből sem volt hiány. Vattacukrot és kürtős kalácsot is fogyaszthattak a vasasnap vendégei. A fagylaltosnál kígyózott a sor, de az embereket a várakozás sem tántorította el a hűs desszerttől. Hát most már szerintem egy 10 perce biztos, de én most jöttem ide, ő tartotta a sort. Hát az elmúlt években talán azért, mert fiatalabb voltam, most meg azért, mert már idősebb vagyok, nosztalgiázok, de egyébként nekem nagyon tetszik most is. Már évek óta azért ide kijárunk, úgyhogy jó, jó, jó a kaja, jó minden, a műsor is, úgyhogy tetszik, nekem tetszik. Hát a vasműbe voltam raktáros, aztán utána a meleghengerműbe dolgoztam, ott meg egy ilyen irodában voltam fönt, meg lent a műhelybe, ilyen üzemtechnikus, meg hát műszaki rajzoltótól kezdve olyan hasonló, adminisztrátoros munka, ilyenek. Olyan jó érzés most is találkozni régi munkatársakkal, akikkel már tényleg évek óta nem találkoztunk, olyan jó összefutni velük azért. Legalább egy puszira vagy egy üdvözletre minden. De jó, én jól éreztem mindig magam most is, úgyhogy jó. Még ha hosszú sort kell állni a fagyira, akkor is. A 42. Vasas és Kohász napon a Dunaújvárosi Egyetem munkatársai egy high-tech kiállítást is elhoztak az érdeklődőknek, ahol számos különleges technikai, műszaki megoldással ismerkedhettek meg az érdeklődők. A korábbi nagy sikerre való tekintettel ez alkalommal is volt fekete-fehér retro, illetve greenbox fotósátor, ahol a nyersvas és acélgyártási technológia néhány jellemző helyszínét ábrázoló háttere előtt vagy akár olvasztárruhában is készítethettek képeket magukról a résztvevők. A színpadi programok iránt is rengetegen érdeklődtek, több fellépő szórakoztatta a közönséget. Ahogyan az előző években, úgy idén is elismeréseket adott át a vasmű vezetése a kiváló teljesítményt nyújtó kollégáknak.
Díjat kapott többek között Kis Ernő, az ISD Dunafer ZRT IT igazgatóság rádiometrikus csoportjának művezetője. Ez egy speciális szakterület, amely komplex tudást igényel. Kis Ernő szakmai felkészültségét nem csak helyben, hanem országosan is elismerik. Én a középiskola elvégzése után Dunafernél tanultam, Dunafer iskolában, így azt kell, hogy mondjam, hogy 1979 óta vagyok valamilyen kapcsolatban a Dunaferrel. Elsődlegesen ugye az akkori műszeraltomatika gyáregységnél, ami most az IT igazgatóság égisze alatt működik, annak a folyamat irányítás és mérés technika részlegénél az IT-nek a rádiometrikus műszerüzemeltetését vezetem. Hát ez nagyon érdekes dolog, ugye a teniszezőknél el szoktuk mondani, hogy mi is a Grand Slam, amikor egy évben háromszor elnyernek a három nagy különböző tornából valamelyiket. Én is mondhatnám most ezt, hogy három munkahelyen sikerült produkálnom ezt az elismerést, de ugye nem egy év alatt. A munkámmal kapcsolatosan annyit mondhatok, hogy köszönöm szépen ezt az elismerést a vezetőimnek, hiszen a feltételeket a munkánkhoz minden esetben ők biztosítják. Az ilyen típusú elismerés az ámbátor személyes, de mindig egy csapatnak szól, az én esetemben is annak a csapatnak, amelyikkel együtt dolgozom, annak a szervisz csapatnak, és egy szó erejéig, egy mondat erejéig hadd mondjam, hogy a mi munkánkban nagyon fontos a háttér, nagyon fontos a család, amelynek a kitartása és segítsége az minden esetben szükséges, a rendkívüli munkák, a hétvégi munkavégzés, az üzemelhárítás, annak az eltűrése és annak a megértése miatt. Elismerésben részesült Siba László, a létesítménygazdálkodási főosztály vezetője. Fő feladata az ISD Dunafer ZRT nem technológiai jellegű épületeivel, a vállalat telephelyeivel összefüggő üzemeltetési feladatok ellátása, a működtetés feltételeinek biztosítása. 1990 óta dolgozom a Dunafernél, először az acélműben, különböző pozíciókban, utána pedig az eszközgazdálkodásnál, ahol most is vagyok. Rengeteg kihívás van, mind az acélműs időszakból, mind pedig ugye most, és igazából ezeket a kihívásokat mind ott, mind pedig itt egy csapattal lehet leküzdeni, és én szerencsés vagyok, hogy itt is egy olyan csapatban lehettek részt, illetve irányíthatók, akik akár mint ezt a rendezvényt, illetve egyéb területeken nagyon komoly munkát végeznek. Az eddig elvégzettek mellett mindig adódnak új feladatok, projektek, most is több van, amelyben dolgozunk. Hát ezeknek a végzéséhez ez még egy kis lökést tud adni. Ahogyan az előző években, úgy idén is remek hangulatban telt a Vasas és Kohász nap. Sötétedéskor 9 óra után megkezdődött a tűzijáték, befejezésül pedig egy remek rock and roll koncert várta a közönséget. Néhány perccel ezelőtt a Nagyolvasztó műben rendezett véradásról láthattak egy összeállítást, a következőkben pedig a hengerműveknél tartott nagyobb volumenű véradást láthatják majd. A két üzemben július 18-án szerveztek önkéntes véradást. Kígyózik a sor a hengerművek igazgatóságán, a munkavállalók a július 18-án rendezett véradásra érkeztek. Közülük többen is rendszeres véradók, elmondásuk szerint több pozitívuma is van az önkéntességnek. Igazából nem tudom, hanyadik véradásom, mert minden évben 2-3-szor elmegyek. Az a helyzet, hogy kell nekem is egy kis vércsere, az a szervezetnek, meg hát esetleg másokon tudok segíteni. Papírok szerint 68. véradáson vagyok túl, úgyhogy gyakorlatilag minden évben 3-szor jövök el, és megpróbálok ezzel segíteni a rászorulóknak, vagy akiknek ugye szükség van a vérre, vagy a vérkészítményre, amit éppen csinálnak belőle. Ez nekem is egy visszajelzés gyakorlatilag arra, hogy egészséges vagyok, és ugye ez azért negyed évente megtörténik éven belül ugye 3-szor, azért az elég megnyugtató az ember számára, hogy egészséges, és ezt papírok is bizonyítják. Felkészülni igazából lelkileg kell felkészülni, hogy valaki ezt, ugye nem mindenkit bírja a tű és a vér látványát, de hát ezt ugye egyéne válogatja. Sokat kell inni, sok folyadékot kell inni, hogy a vér hígabb legyen, és ugye utána a véradás után is sok folyadékot kell fogyasztani, ami ugye segíti pótolni a kiesett vért. A csütörtöki véradásra egy egykori vasműs dolgozó is eljött.
Erdély János már nyugdíjas, de a saját egészsége, valamint a segítségnyújtás érdekében még mindig rendszeresen ad vért. Az önkéntes véradást már 1977-ben elkezdte katonaként. Tulajdonképpen kezdettől fogva, édesapám mondta, hogy érdemes vért adni. Ő is véradó volt, még annak idején mentőknél dolgozott, és tudta, hogy mennyire szükség van rá. Most épp a feleségemnek van szüksége véletem, tehát vér, így műtét utáni vérsegítésre. Ezért is vagyok itt, amúgy meg igyekszik az ember, hogy jót tegyen, amennyire lehet. A hengerműi véradásokat Víg Katalin szervezi. A meleg és hideg hengerműben rengetegen dolgoznak, egy-egy alkalommal átlagosan 80 önkéntes jelenik meg, így elmondható, hogy itt adják a legtöbb vért a gyár területén. Víg Katalin azt is elmondta, hogy élete során 21-szer adott vért. Évente 3 alkalommal, a 2 véradás között meg kell lenni az 56 napnak. Itt nálunk az üzemben a hideg és a meleg hengermű az, amit mi szervezünk. Itt leginkább folyamatos váltó van, az éjszakások tudnak, ők jönnek legelőször az éjszakás műszak után. A délelőttös, ahogy a munkahelyről ugye el tudják engedni, a délutános az pedig, hogyha vért akar adni, ő bejön jóval korábban. Az irodákból pedig természetesen a délelőttösök tudnak jönni. Nekem valóban véradó múltam van, 18 éves koromtól adok vért, most már nem adhatok, lett egy olyan betegségem, ami kizárja ezt a lehetőséget, hogy én vért adjak. 21-szeres véradó voltam, amikor én ezt abba hagytam. Tudjuk azt, hogy a műtétek során van szükség vérkészítményre, néha életmentő. Nekem egyszerűen ez olyan életcél volt, hogy tudtam, hogy ez életmentő, és én vért akarok adni. Az ISD Dunafer ZRT véradás szervezői legközelebb augusztus 8-án a szállítóműben várják az önkénteseket reggel 7:30-tól 11 óráig. A véradáshoz fényképes igazolvány és tajkártya szükséges. A Dunafer, valamint a papírgyár létesítményi tűzoltói évek óta vesznek részt tűzoltók számára rendezett versenyeken. Az elért sikerek után már nem csak hazai, hanem nemzetközi versenyeken is bizonyíthatnak a helyi lánglovagok. A Dunafer papírgyár létesítményi tűzoltóinak felszerelése látható a felvételeken. Súlyos ruházatban, eszközökkel és légzőkészülékben kell teljesíteni többek között a lépcsőfutó versenyeket, melyeket kimondottan tűzoltók számára rendeznek. Az ilyen és ehhez hasonló speciális megmérettetéseken a helyi létesítményi lánglovagok is szerepelnek, nem kevés sikerrel. Séder Norbert már több mint 3 éve tűzoltó és versenyző is. Visszatekintve lassan 4 éve leszek tűzoltó, és már az első évemben rögtön ki is használtam a lehetőséget, és az első adandó alkalommal jelentkeztem is az első versenyemre, ami a Pécsi TV-toronynak a lépcsőfutása volt. És ha jól emlékszem, az első versenyen 6. lettem a korosztályomba. Mindegyik versenyemre büszke vagyok, mert mindegyik verseny egy hatalmas lépcső az előrehaladásban és a fejlődésben. Eredményeket tekintve voltak ugye megyei versenyeink is, országos versenyeink is, nemzetközi is, értünk el ugye dobogós helyezéseket is, első, második, harmadik, de mindig az a cél, hogy egyre jobbak és jobbak legyünk, ugye nekem személy szerint a saját időeredményeim és a saját eredményeimnek a leküzdése minden évben a cél. Egy adott évben ugye megvan adva, hogy mennyi tűzoltó versenyen lehet részt venni, mennyire jelentkezhetünk, és próbálunk mindegyiken ott lenni, megoldani, hogy minden versenyre fel tudjunk készülni, és ott tudjunk lenni. Nem csak lépcső és toronyfutáson vesznek részt létesítményi tűzoltóink. A TFA elnevezésű verseny egy nemzetközi bajnokság, ahol a legerősebb és legkitartóbb tűzoltó cím nyerhető el. Ez a megmérettetés rendkívül összetett. Többek között tömlőhúzás, szlalomfutás és egy 90 kg-os bábu mentése is a feladatok közé tartozik. Lemler György 1 éve versenyez, de már a TFA-n is részt vett. A versenyzők közül én vagyok a legfiatalabbik, már nem korban, hanem mert én csak most lesz az első év, hogy itt dolgozom a Védesztűzoltóságnál. Igazából
versenyt is az idén kezdtem ebből kifolyólag. Szegeden kezdtünk a Pécsi, vagy a Szegedi Horizontális Lépcsőfutó versenyen, aztán utána sikerült itt a Dunajvárosi megyei lépcsőfutóversenyen. Meglepően jó eredményt, korosztályban a másik helyen végeztem. Utána elmentünk a Pécsi tévétoronyra, majd erre a TFR-re, az ország legerősebb tűzoltó nemzetközi versenyére. Ott is elég jól sikerült végezni ahhoz képest, hogy az első verseny volt, meg rengeteg nagyon jó versenyző, nagyon erős tűzoltó versenyzett ezen a versenyen is. Igazából a lényeg az, hogy tényleg az ember saját határait próbálja kitolni, és próbálja megtudni, hogy mire képes. És ahogy a testvérem is mondta, az a kétfajta tűzoltó közül, hál' Istennek mi azok vagyunk, akik a második korosztályba vagy csoportba tartoznak. Igazából minket az hajt, hogy megpróbálunk minél jobbak lenni, mára mennyire ezt tőlünk kitelik. Kétfajta felkészülés van, már a fizikaiból is kétfajta van. Van egyfajta úgynevezett, ahogy mondtam, és a koniterem egy ilyen kondicionális edzés, viszont a legfontosabb ezeknek a versenyeknél magában az, hogy a lépcsőkön valóban rájön az ember izomzata, a lábizomzata arra, hogy meg a tüdő kapacitása, és akkor van, persze vannak különböző helyek, ahol itt belül lehet gyakorolni, edzeni esetleg, és biztosítva van hozzá a felszerelés is, hogy tényleg ne csak egy saját súlya, hanem ezzel a plusz 25, vagy a TFN bizonyos helyzetekben 50 kiló plusszal fel kelljen futni. Megpróbálom tartani lépést a fiúkkal, de mivel hogy én a legfiatalabb vagyok, korban a legidősebb, de azért fel fogom venni a versenyt, igyekszem kitartani, és akkor menni a nyomukba, és akkor próbálni nem szégyent hozni a csapatra. A Védesz Kft.-hez tartozó létesítményi tűzoltóság vezetői biztosítják a versenyzők számára megfelelő felkészülést, valamint rendkívül büszkék az elért eredményekre. A tűzoltóságok életében a sport nagyon fontos. Elindulhatunk egészen a klasszikus kismotor fecskendőszereléstől, amit már említettek a fiúk, a lépcsőfutóversenyek, többféle fajtája van. Ebből az országos, a legelső, ez a SOTÉ-nek a Nagyvárad téri elméleti tömbjét próbálták ki, aztán párosba, ahol nem szabad bizonyos távolságban eltávolodni egymástól. Aztán az idei évben eljutottak egy TFA nevezetű nemzetközi rendszerű versenyhez. Ez egy idén Bükkfürdőn rendezték meg, megvannak pontosan a szabályai, nemzetközi versenyről lévén szó. Többféle versenyszám van, ezt úgy állították össze valamikor a 70-es években Amerikában, Kanadában, hogy a tűzoltóknak a napi munka végzéséhez köthető feladatok vannak benne, tömlőgurítás, súlyok cipelése, 80 kilós sérültet kell elvinni, és ezeket kell egymás után leküzdeni. Időre, a végére úgy el tud fogyni az erejük, hogy egy palánkon alig tudnak átmenni szinte. Tehát tényleg ez nagyon jó és nagyon hasznos. Ugye ebből mi profitálunk, nyilván a napi munkavégzés során egy kár esetnél is nagyon-nagyon fontos a kollégáknak a fizikai állóképessége, ennek a fejlesztése. Napirendi pontjaink között minden nap benne van a testnevelés, sportfoglalkozás. Két éve most már egy külsős edzővel is foglalkozunk, nyújtás, lazítás, illetve erőléti edző. Nagyon jó, nagyon hasznos, azóta sérüléses baleseteink nem voltak, illetve nagyon jók a fiúknak az erőléti felkészültsége. Ugye nekünk évente fel kell mérni az ő fizikai tudásukat, és azóta, amióta foglalkozunk vele, illetve itt a lépcsőfutó kollégák és a TFA sportolóink pedig húzzák a csapatot gyakorlatilag, és nem volt gond a szinteknek a beállításával, illetve mindenki meg tudta futni, és végre tudta hajtani a gyakorlatokat megadott időben és megadott szinten belül. A létesítményi tűzoltók elmondták, nem csak a versenyeredmények a fontosak, hanem a csapatmunkát és az egyéni fejlődést is szem előtt tartják. Emellett pedig a munka során is kamatoztatni tudják a megmérettetések során szerzett tapasztalatokat, eredményeket. Egy rendkívül különleges terem található az ISD Dunafer ZRT gyártóegységének irodaházában. László Ferenc több évvel ezelőtt kezdte el gyűjteni a kohász hagyományokhoz kapcsolódó kupákat. Az ötletről és a relikviákról beszélgettünk vele. Igen, ez a gyűjteménynek a legrégebbi darabja. Ez még a Nehézipari Műszaki Egyetem KFFK 1972. Ezt Sütő Zsoltitól kaptuk, az édesapja gyűjteményéből. A kupa gyűjtemény legidősebb darabját mutatja László Ferenc, a gyártóegység vezetője. Az ISD Dunafer ZRT több munkavállalója a mai napig őrzi a selmeci hagyományokat, amelyhez a kohászok is ezer szállal kötődnek.
Az örökség fennmaradásának érdekében László Ferenc és Hájas Béla, az öntüdeüzem vezetője, közösen kezdték el gyűjteni a kupákat, amelyek ma már megtöltenek egy termet a gyártóegységben. Én 1993 óta dolgozok a Dunai Vasműben, azóta végig az alkatrészgyártás területén dolgoztam, különböző beosztásokban. A selmeci hagyományokhoz úgy kötődünk, hogy kevesen tudják, de a mi üzemeink voltak az épülő Dunai Vasműnek az első üzemei, így az öntöde és a mechanika üzem már 1951-ben termelt. Ezer szállal kapcsolódunk helyi kohászathoz, illetve a hagyományokhoz. Én magam a tavalyi Szent Borbála szakestélyen váltam a kohász társadalom tagjává, amikor is megvolt a balek keresztelésem. Mi most a gyártóegység tárgyalójában vagyunk a Dunai Vasműben. Ezek a tárgyak, amik itt láthatók, ezek a gyárnak az elmúlt 40-50 évéből származnak. Mi igyekeztünk összegyűjteni itt a kollégákkal azokat a relikviákat, kupákat, okleveleket, amik még megmaradtak azokból az időkből. Abban hiszünk, hogy a múlttal kell foglalkozni azért, hogy legyen az embernek később jövője is. A teremnek a fő díszessége nyilván a kupagyűjtemény. Ezt néhány éve kezdtük el Hájos Béla kollégámmal, az öntöde üzemvezetőjével összegyűjteni. Az első darabok azok otthonról jöttek, mindenkinél volt néhány darab, amit kapott ajándékba, illetve valahogy hozzájutott. Ezeket behoztuk és itt elhelyeztük egy polcon. Az első nagy lökést a gyűjteménynek Szőnyi Zoltántól kaptuk, akinek a felesége a főiskolán tanított évtizedekig, így nagyon sok kupájuk volt otthon eldobozolva a pincében, és ezeket ajándékba megkaptuk. Aztán valahogy elkezdett bővülni a gyűjtemény. Nagyon sok vasműs kolléga is hozzájárult, közülük talán Hevesi Imrét, Kvárik Gábort vagy Sütő Zsoltot tudnám kiemelni. A legrégebbi darabok az 1970-es évek elejéről származnak. Kiemelni egyet talán megmutatok, ez Tenyér Mihály ivókupája. Az a különlegessége, hogy Móder Rezső dunaújvárosi Munkácsi díjas képzőművésznek az alkotásait festették rá. A legtöbb kupáról nyilván azt tudna történeteket mesélni, aki annak idején ezt megkapta vagy gyártotta. Én viszonylag keveset tudok a történetükről, a legtöbb ugye ajándékként került ide. A tárgyak között megtalálhatóak még vasműs, illetve különböző más eseményekre készített kupák is, a kohász, gépész, mérnöktanár és a műszaki menedzser emlékek mellett. A kupáknak egy jelentős része a helyi főiskoláról származik. Az oktatási rendszernek megfelelően vannak gépész, kohász, szervező, illetve mérnöktanár tematikájú kupáink is. A gyűjtemény másik része pedig valamilyen módon a Dunai Vasműhöz, illetve a Magyarországon működő kohászati cégekhez kapcsolódik. Történelmi kupáink is vannak Selmec bányával, Sopronnal, Miskolccal kapcsolatosan, illetve OMBK tematikájú kupák, öntőnapok, Luca napi szakestélyek és meg annyi kohász emlék. László Ferenc elmondása szerint a kupagyűjteményt nem sajátjukként kezelik, hanem a kohász társadalom örökségeként tartják számon, az érdeklődő munkavállalók bármikor megtekinthetik. Nagyon fontos kiemelni, hogy ez a kupagyűjtemény, ez nem az enyém, vagy nem a miénk. Ezt mi úgy kezeljük, mint a vasműs társadalom, gépész és kovász társadalomnak a közös tulajdonában lévő gyűjteményt. Nagyon szívesen veszük, hogyha még bárki ehhez hozzá tud járulni. Helyünk van még ebben az irodában, vagy akár máshol is. Szeretnénk méltó módon megőrizni ezeket a tárgyi emlékeket. Körülbelül 370 kupa tartozik a gyűjteménybe, a polcokra leginkább a különleges formájú, méretű és a különféle szakestélyekre készített korsókat helyezték ki. A gyűjtemény egyre csak bővülni fog, hiszen minden alkalomra újabb és újabb kupák készülnek majd. Természetesen szívesen látunk bárkit, aki meg akarja nézni a gyűjteményt. Én személy szerint azért a legjobban annak örülök, aki hoz is magával egy ajándékkupát. Idén 65 éves a Dunajvárosi Acélmű. Az OMBKE vaskohászati szakosztályának Dunajvárosi szervezete a klubnapon megemlékezett a jubileumról, ahol Mihalik Sándor üzemgazdasági vezető tartott előadást. Az acélmű fejlődéséről beszélgettünk vele. Azzal, hogy a nyersos acélgyártást sikerült visszaállítani abban a helyzetben, amiben akár tavaly előtt vagy tavalyra kerültünk, az a Dunafer sorsáról szólt.
Ezek a felvételek az Országos Magyar Bányászati és Kohászati Egyesület Vaskohászati Szakosztály Dunaujvárosi Szervezetének klubnapján készültek május 30-án. Gyerák Tamás gyárvezető, valamint Mihalik Sándor üzemgazdasági vezető tartott beszédet és előadást az acélmű 65 éves fennállása alkalmából. Ez egy segédberendezése a gyártásnak, ez a nyersvas keverő. Itt pedig már az acélmű berendezéseiről, működéséről beszél Mihalik Sándor. 1954 óta számos fejlesztésen, beruházáson, bővítésen esett át az üzem. A beruházásokat általában valami mozgatórugó mozgatja. Én az előadásomban összeszedtem, hogy én mit gondolok ezekről. Én úgy gondolom, hogy elsődlegesen a termelés növelés, a vevői igényeknek a kielégítése, a minőségjavítás, a biztonságfokozás, és nem mellesleg a fizikai munkának a csökkentése a fő feladat ezeknél, nálunk az acélműben. 1954. augusztus 20-án indult el az acélgyártás az acélműbe, a Martin kemence, 3-as Martin kemence indulásával. Utána több kemencét elindítottunk, típusokat váltottunk, és az egész berendezést 1992. augusztus 2-án állítottuk le. Volt egy elektrókemencénk, ami 1966-tól 1991-ig működött. Jött a FAM építés 1973 és 74-ben, 73-ban az 1-es FAM indult el rá, pontosan egy évre a 2-es FAM. 1981-ben indult a konverteres acélgyártás az acélműbe. 1954. augusztus 20-án került sor az első acélöntésre, majd folyamatosan bővült az üzem a Martin, Venturi és Merc kemencékkel. 54-től 68-ig különböző típusú kemencéket építettünk, a Venturi típusútól a Merzbölens kemencéig. Ez 68-ig megtörtént, 69-ben ezek a kemencék oxigénintenzifikálással továbbfejlesztésre kerültek. Ezek azért érdekesek, mert 54-ben, mikor elkezdtük az acélgyártást a Martin kemencékből, ezek körülbelül olyan 12-14 órás adagidő, tehát egy adag annyi idő alatt készült el. Míg 69 után, mikor az oxigén intenzifikálás megtörtént, elértük azt, hogy olyan 3,5-4 óra alatt képesek voltak egy Martin adagot elkészíteni a kemencében. A folyamatos acélöntőmű, vagyis a FAM 1973-74-ben indult el. A 90-es években megvalósult az Omron fejlesztés, így létrejött a teljes folyamatirányító rendszer. 2018-ban egy újabb nagy javításra került sor. 1983-ban beüzemeltük a fordítóvillát, ami jelentős termelést növelést eredményezett a FAM-nál. Ennek következményekét a közben süstöt kellett átalakítani, és ebben az évben megtörtént a gerendás szekció 12 görgösre való cserélése. 1991-ben történt meg a kristályosító szintszabályzás érzékelés bevezetése. Bevezettük az 1200-as kristályosító helyett a 700 mm-es kristályosítót egy 500 mm-es lábgörgővel együtt, és itt következett be a másodlagos ütőzóna és a vágóberendezés teljes automatizálása. Negyedik tétel volt 91-ben a jelenleg is látható bugán a adagszám jelölő, tehát a buga jelölő berendezésnek a beüzemelése. 91 és 96 közötti időszakra tehető a saját szakembereink Omron PLC-kkel az összes többi gépi berendezést, ami a FAM-on működik, és a folyamatnak a része, automatizálták is, és 96-ra megvalósult a teljes automatizálása a folyamatos öntőműnek. Itt még említése méltó a 2018-as nagyjavításon végrehajtott teljes, majdnem azt mondhatnám, hogy rekonstrukció. Itt gépészetileg volt hűtőzóna szekciót tartó gerendáknak a cseréje. Az volt egy nagy feladat. 2018-ban már az említett Omron rendszernek szintén ki kellett cserélni az összes dolgát, mert ez is elavult. És még volt egy a kristályosító szintszabályzás, amit 2003-ban megcsináltunk, annak a korszerűsítése. Ez az 1-es FAM-on lezajlott. A konverter is több fejlesztésen esett át az indulást követően. Azt mondhatnám, hogy a 81-es induláshoz képest egy 9-10 évre
bevezetése került az alsó öblítés. Ennek az az értelme, hogy a fenék részén a konverternek 6 helyen egy meghatározott sugarú körön 6 darab gázkő van elhelyezve, amin inert gázt, tehát argont vagy nitrogént engedünk a konverterbe, ami elősegíti a minőségi gyártást, csökkentett oxigénszintet tudunk elérni vele, stb. Következő fejlesztés volt a termelés növelés érdekében a adagoló, tehát a hulladék adagoló teknőt, a közel 32 köbméteres teknőt lecseréltük 50 köbméteresre. 2008 és 2010 között az acélöntős üstöket megemeltük 250 mm-rel, azért, hogy a kezelés során a kifröccsenő acél az üstön belül maradjon. Ezzel elértük azt, hogy az üstöknek a pereme nem rakódott föl tapadvánnyal, jobban kezelhetővé váltak az üstök. Ezáltal a mi munkánk is, tehát az emberek munkája is könnyebb lett. A folyamatos fejlesztésekre szükség van, hiszen meg kell felelni a vevői igényeknek, követelményeknek, és a környezetvédelmi beruházásokra is összpontosítanak. Ugye tudjuk, hogy Magyarországon 3 autógyár, de már egy negyedik is készülődik, úgyhogy hazai acélgyártóként mindenképpen jó volna, ha erre a piacra minél nagyobb tonnával be tudnánk szállni. Ezekhez fejlesztésekre van szükség. Én úgy gondolom, hogy mindenképpen elsődlegesen, ami most elindult a konverternél, az egyik ilyen a másodlagos porelszívásnak a tervezése, ez folyamatban van, de a konverternél szükséges lenne olyan berendezések telepítése, ami ezeknek a minőségi követelményeknek a javításán segít. Ahogy Mihalik Sándor elmondta, az eddigi fejlesztések mind a hatékony termelés érdekeit szolgálták, és a továbbiakban is ezt tartják majd szem előtt. Munkatársaim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket, tartsanak velünk a következő alkalommal is. Viszontlátásra! Iratkozz fel YouTube csatornánkra, hogy ne maradj le a legfrissebb anyagainkról!